Másodszor gyűltek össze az MLS megyei igazgatóságán azoknak a csapatoknak a képviselői, amelyek az előző hónapban a legsportszerűbbnek bizonyultak az első osztályban, a három másodosztályú csoportban és az öt harmadosztályú csoportban. A versenybizottság által összeállított kritériumrendszer alapján dől el, hogy mely együttesek vertik át a győztesnek járó fair play zászlót, futballlabdát és az egytálca sört. Nyugodtan mondhatom, nagyon pozitívan fogadták a csapatok ezt a kezdeményezést. Igenis, már az első díjátadó után lehetett hallani olyan pozitív visszhangokat, na majd a következő hónapban mi nyerjük meg. Tehát egy olyan verseny lett ebből is, ami nyugodtan mondhatom pozitív, és hát örülünk neki, hogy a március hónaphoz képest most április hónapban 9 másik egyesület nyerte el a díjakat, viszont azok, akik március hónapban elnyerték, ők is minden csoportban az élbolyhoz tartoztak, tehát továbbra is sportszerűen játszottak a mérkőzéseken. A megyei másodosztály Kelet-Magyarország csoportjában a Beregdarúc Ese bizonyult az elmúlt hónap legsportszerűbb csapatának. A sportszerűség úgy gondolom, hogy a labdarúgáshoz szorosan hozzátartozik, és nem csak a labdarúgáshoz, hanem minden sporthoz is. Persze ezt a mérkőzések hevébe olykor-olykor elfelejtik a résztvevők, legyen az akár edző, legyen az akár játékos, de úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb eleme a minden játéknak, és ezért is volt nagyon előremutató javaslat az, hogy legyen egy ilyen sportszerűségi díj is, ami nem csak évente egyszer, hanem minden hónapban ki legyen osztva. Ezzel is talán egy picit motiváljuk a csapatokat arra, hogy is felhívjuk a figyelmet arra, hogy valóban a fair play, a sportszerű játék, az hozzá kell, hogy tartozzon ahhoz, amit labdarúgásnak hívunk. És én úgy gondolom, hogy ez elérte a hatását is, hiszen egyre kevesebb sárga lap van, egyre kevesebb piros lap van, és talán ez ennek a díjnak is egy picit köszönhető. A Beregdarúc három fordulóval a bajnokság zárás előtt a 11. helyen áll a csoport tabelláján. Elég hullámzóan szerepelünk, ezt nyugodtan el lehet mondani, hiszen hol bravúr győzelmeket hajtunk végre, hol pedig olyan vereségeket szenvedünk el, amelyekre nem számítunk semmi, se pedig a szurkolótábor, de azt hiszem, hogy itt a megyei másodosztályba ettől függetlenül megálljuk a helyünket, igyekszünk jól teljesíteni meccsről meccsre, és azt hiszem, hogyha sikerül kiadni minden játékosnak magából azt, amit arra a meccsre szánt, akkor már nagy baj nem lehet. Ez végül is egy közösség, ez egy a legfontosabb eleme ennek a játéknak, az, hogy együtt tudnak lenni azok az emberek, akik szeretik a labdarúgást, és azt hiszem, hogy ha mindenki elégedetten távozik a pályáról, akkor nagy baj nem lehet, úgyhogy mi ezt a szellemet követve próbálunk Beregdarúcért és Beregdarúcnak is a javára lenni. A megyei első osztályban a Máté-Szalkai MTK, a megyei másodosztályban a Beregdarúz mellett a Levelek és a Zajak, a harmadosztályban pedig a Tiszaeszlár, a Pilicse, a Laskor, a Döge és a Sonkád bizonyult a legjobbnak a sportszerűségi versenyben.